Hát nálunk már hagyománya van annak, hogy tavasszal és ősszel is szoktunk hagyományosan egy kalákát szervezni, és olyankor úgy meg tudunk valamit így lökni egy feladatot, most éppen a gyümölcsfaültetést tűztük ki célul, de ősszel mondjuk ennek a körveteményesnek a téliesítését csináltuk meg kalákában. Szóval a mai nap a gyümölcsfaültetésről szól, és ezeket a fákat mi oltottuk be, főleg a közösségünknek van egy gyümölcsész tagja, a Milán, akinek ez ilyen fő missziója, és környékben, illetve a Magyarországról összegyűjtött tájfajtákról van szó, úgyhogy egy egész jó kis génbank alakul már itt a hegyen, hogyha akár mondhatom ezt kicsit nagyképűen, de már ilyen 100 feletti faj lista van itt a területünkön elültetve. Hát, hazajön még él, akkor... Gyere! A közösségünk tagjainak is jó, hogyha együtt alkothatunk, együtt megvalósíthatunk valamit. És az a tapasztalatunk, hogy az ilyen alkalmakkor, amikor megnyitjuk a kapukat, és akár idegenek is jöhetnek, ezekből kapcsolatok alakulnak, tehát van közösség formáló hatása, hogyha eljön valaki és velünk dolgozik, előfordult már, hogy egyszer csak itt kötött ki és ide költözött hozzánk, szóval ez egy ilyen közösségformáló nap is egyben. Hát idén egy nagyon sűrű év áll előttünk, mert több izgalmas programot is szervezünk. Egyrészt van egy programsorozatunk a Gyümölcsözön, ami a gyümölcs kultúra, balatonfelvidéki gyümölcs kultúráról szól, és a tájban élő emberről. És a legközelebbi programunk április 2-án és 3-án, az pedig az alkalmazkodó gyümölcsészet alapjairól szól, ahol megtanulunk például gyümölcsfát oltani a gyakorlatban a helyben, és eljön hozzánk Lantos Tamás, példaképünk, mesterünk, aki ezt a két napot majd segíti szakmailag, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom, aki el tud élni.